chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. Tegnapi befejező bejelentkezésünk még mindig nincs meg, de most belecsapunk itt a mai első bejelentkezésbe. Eljöttünk a rizsföldekre, hogy szedjünk egy kis rizsát. Gyönyörű zöld! Mert a Gábor amúgy is, Gábor amúgy is nagyon sokat eszik. Gábor kedvenc eledele. Igen, úgyhogy majd a szuvenír shopba veszek 3 kiló rizst. És hát így néz ki. Nagyon szép. Dorpajon eltaláljuk. És nagyon sok helyre megyünk majd, majd nap végén beszámolom, megpróbáljuk nem elfelejteni. Van róla papírunk. Igen, nem erről, hanem arról, hogy hova megyünk. Na, majd jelentkezünk. Bogaras vagyok. Eljöttünk a templomhoz, nem tudjuk mi a neve, ki van írva, és nagyon szép. Eddig túléltünk két rizsföldet, a Dorka swingelt is, és iszonyatosan meleg van. Annyira, hogy ez a legbrutálisabb eddig, amit majdnem. Izadás szempontjából biztos. Szóval ez a templom, ez nem van egy ilyen kis völgyben. Gyönyörű szép a patak vagy folyó, vagy mi az? Patak vagy folyó, mondtam. Ja. És mögöttünk van egy másik része a templomnak. Ugye ez a túloldalt is, csak az most minden annyira nem látszódik. És a halacskák meg ott úszkálnak a vízben. Szóval így néz ki ez a rész, és most megyünk és kiélvezzük.
estét kívánok! Horváth Gábor vagyok, és vissza kell utaznom az időben a tegnap esti bejelentkezést megcsinálni, mert elfelejtettük, nem csak én. Én is. Igazából semmi speciálisat nem csináltunk, voltunk a Monkey Forest-be, de lehet, hogy erről a videóban úgyis már lehetett látni. Nem terveztük túl a napot. Yes. Csapó, 2, 5, 6, 7, vagy csak közben jöttek felvenni a kajarendelést. Szóval nem akartunk semmi speciálisat csinálni. A Dóri mondta, hogy neki nincsen semmihez kedve. Nem mondtam ilyet. Nem, fáradtak is voltunk, meg hát rengeteget sétáltunk. 17 000 steppet mentünk, úgyhogy szakadt rólunk a víz. A Monkey Forest nagyon jó volt, jó fejek voltak a majmok, nem voltak agresszívak. Viccesebbek voltak, mint máshol, ahol láttam már majmokat. Nem, egyszer az egyik felugrott a hátamra, de nem akar semmit kivenni. Csak az üvegedet akartam. Igazából kb. Ennyi történt, mert mászkáltunk, kerestünk helyet, befoglaltuk ugye a mai napot egy ilyen napi túra gyanánt. Ezt mondd el, hogy mit csináltunk. Na, az a következő videó lesz. Ez titok. Igen. És, de egyébként itt sétálgattunk, felfedeztük Ubudot tegnap. A piac nem volt olyan jó. Nem. Az emberek kedvesek. És hol lettünk tegnap? Itt. És milyen volt a kaja? Nagyon finom volt. Igen, ez nagyon, nagyon tetszett ez a hely, és hiába keresgéltünk kint másik éttermet, végül úgy döntöttünk, hogy ma is visszajövünk. Úgyhogy itt vagyunk, és várjuk a finom hamit. Mit tudom még mondani? Ne húzzuk az időt. Melegünk van. Ja, nagyon meleg van. Ez a 30... Szakad rólunk a víz. Ez a 32 fok, 80%-os pályatartalom, egy kicsit időt. De nagyon kedvesek az emberek, nagyon, nagyon segítőkészek, barátságosak, és teljesen más az építészet, teljesen más a környezet, mint mondjuk Tájföldön, de nagyon tetszik ez is. Ennyi, szerintem majd még így is jelentkezünk a következő videóba, ami nem sokára jön. Sziasztok!